Megérkezett a nyár, egyre több időt töltünk a szabadban, néhány dologra azonban nem árt figyelni, mielőtt kirándulni megy az ember. A magas páratartalmú, meleg időben szaporodnak el ugyanis a kullancsok. Érdemes ügyelni arra, hogy zárt ruházatot vegyünk, használjunk riasztószereket, vannak már olyan készítmények, amiket a ruhára is lehet használni, tehát nem csak a bőrfelületre. Érdemes világos színű öltözetet használni, mert ezen könnyebben feltűnnek ugye a kis fekete kullancsok. A házi praktikák mellett azonban vannak más megoldások is a védekezésre. A kullancsenkefalitis ellen van védőoltásunk. Ezt érdemesebb már a téli időszakban elkezdeni az oltást, hogy a védettség meglegyen, amire a kullancsok időszaka elérkezik. A Lyme-kor betegségnél kokárdaszerű bőrelváltozás és influenza-szerű tünetek jelentkeznek, ez ellen sajnos nincs védőoltás. Antibiotikumos kezeléssel azonban gyógyítható, extrém esetben súlyos szövődményekkel járhat a fertőzés. Nem csak magunkra érdemes figyelnünk a kullancs szezonban, kedvenceinket is át kell vizsgálnunk egy-egy séta után. A kutyáknál a leggyakoribb kullancs által okozott fertőzés a babézia. Nagyjából az emberi maláriához vonható hasonlósággal. A vörös vérsejtekben szaporodik, és amikor kirajzik, akkor a vörös vérsejtek pusztulásával járó lázas, visszatérő állapotot hoz létre a kutyában. A gazda legelőször is azt veszi észre a kutyán, hogy amikor lázas, hogy nem eszik és elbújik, elfekszik, bágyott, étvágytalanná válik. Mindjárt az első napokban észre lehet venni, hogy a vizelet elkezd besötétedni. A másik nagyobb betegség a kutyák esetében is a Lyme-kor, de előfordulhat agybelő, valamint agyhártyagyulladás is. Állatainkat is érdemes beoltani a kullancs veszélyei ellen. A Lyme-kor ellen létezik védőoltás a négylábúak számára, amely 100%-ban véd. A babézia ellen is létezik oltás, de sajnos ennek a hatékonysága olyan 60% körül van. Fájdalmas is a kutyának, és nem olyan jó a hatékonysága, emiatt a gazda dönti el, hogy kéri ezt az oltást. Az agyvelő és agyhártyagyulladás ellen pedig nem elérhetőek a vakcinák. Ezért inkább mindenkinek azt javasolja az állatorvos, hogy maga a kullancs ellen védekezzenek, hogy semmi esetre se fúrja be magát az állat bőrébe. A legegyszerűbb megoldás, ha az ember magát és kedvencét is átvizsgálja a szabadban töltött idő után.